Tudtam, hogy valami furi. Hogy nem látok. Így. Így már jobb. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó ismét egy olvasóvlog lesz, mert úgy voltam vele, hogy szeretnék olvasóvlogot csinálni, mert rájöttem, hogy szeretek olvasóvlogokat csinálni, mert olyankor úgy viszonylag élőben, úgymond, reagálni tudok dolgokra, amik történnek a könyvben, amit éppen olvasok, illetve jobban össze vannak szedve azért a gondolataim, mert akkor még sokkal jobban benne vagyok a könyvben, miközben olvasom, mint mikor a havi összegzéseket veszem föl, és ugye akkor már általában egy-két hét eltelik a könyv olvasása óta, vagy már akár egy hónap is, hogyha nagyon a hónap elején fejeztem be. Azért is lesz ez egy olvasóvlog, mert én rájöttem, hogy Percy Jackson könyvet, vagy Rick Riordan könyvet még egyáltalán nem vlogoltam. Sőt, igazából a legtöbb Rick Riordan könyvet olvastam, mielőtt elkezdtem YouTube-ozni. Csak az Apollón próbája az, ami közben bejött, de arról így külön nem csináltam dolgokat. Úgyhogy, ha már megjelent a Solangelo, illetve hát Nico D'Angelo spin-off kötet, akkor vlogolni fogom, ahogy ezt olvasom. Tudtam, hogy valami furi. Hogy nem látok. Így. Így már jobb. Ugye ez a The Sun and the Star, és ez Rick Riordan legújabb könyve, ami egy Nico D'Angelo Adventure, vagyis egy Nico D'Angelo spin-off könyv, igazából egy Solangelo könyv. És ezt együtt írta Mark Oshiroval, úgyhogy ezt ketten írták. Úgyhogy emiatt egy kicsit tartok tőle, de egyébként meg Rick Riordan is írta nyilván, szóval biztos jó lesz. Szóval, amit erről a könyvről tudni kell, hogy ez az Apollón próbái magyarul, az Apollón próbái után játszódik, tehát a Tower of Nero után, vagy Nero tornya, nem tudom, hogy az egyáltalán megjelente már magyarul, mert ugye a magyar Percy Jackson vagy Rick Riordan megjelenéseket annyira nagyon nem követem, tekintve, hogy évek óta már ezt a angol-amerikai kemény táblás verziót gyűjtöm és olvasom. Igen, szóval ilyen szempontból, hogyha valaki még nem olvasta el a Percy Jackson és az Olimposziakat, aztán az Olimposz hőseit, aztán a Trials of Apollót, annak ez lehet, hogy spoileres könyv. Mármint alapból a könyvre nézve spoileres lesz, de hogy maga a könyvben vannak dolgok, amik visszautalnak a korábbi dolgokra, többek között, ami tuti, mármint Nikót eleve a Titánátkában ismerjük csak meg, aztán ami konkrétan tudom, hogy vonatkozik ide információ, az a Hades háza, és ami abban történik, illetve nyilvánvalóan a Solangelo dolog az nem derül ki a Trials of Apollo első részéig, tehát igazából az is egy spoiler már, hogy a kedvenc shipem egy spoiler egyébként. De nem érdekel, mert nagyon-nagyon szeretem Nikót, és nagyon kíváncsi vagyok már erre a könyvre. Amit tudok róla, hogy nagyjából az a sztori, hogy ugye a Hades házában Anubis és Percy leesnek a Tartarusba, és ott találkoznak Bobbal a titánnal. Na most ahhoz, hogy mi történt Bobbal a titánnal, ahhoz pedig el kell olvasni. Nem tudom, hogy a Phil Demigod Diaries-ben vagy a Demigod Files-ban volt már, abban van egy novella, amiben el van magyarázva, hogy mi történt Bobbal a titánnal, és nagyon sok minden előtudás kell ahhoz, hogy értse az ember, hogy mi történik ebben a könyvben, de az a lényeg, hogy valamelyik kiegészítő kötetben van az a novella, amiben az a dolog megtörténik, ami végérvényesen Bobot csinál a titánból, és utána Bobot ott hagyják a Hades házában a kapunál, mikor kijönnek, és elvileg most nem vagyok benne biztos, hogy ez a sztori, de hogy most Will és Nico együtt visszamennek a Tartaroszba, és megpróbálják megmenteni Bobot. Azt hiszem, hogy ez a sztori, de hogy pontosabban mi a történet, nem tudom. Igyekeztem magamnak nem elszpoilerezni magát a cselekményt se, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek egyébként. Képen nagyon utáltam ezt a borítót, élőben már nem annyira vészes. Ha meg levesszük, akkor ilyen kis csinos. Így. Illetve így van benne a térkép. És látjátok ezt a fekete sávot, az ott egy masszív visszaemlékezés lesz.
Sőt, egyébként több ilyen fekete sáv is van benne, ami ilyen megfestett szélű, úgyhogy kíváncsi vagyok. Nekem eleve a Percy Jackson sorozatból Nicole kedvenc szereplőm, úgyhogy azért is vártam nagyon ezt a könyvet, és nagyon izgatott vagyok, meg új Rick Riordan könyv, és az mindig jó. Úgyhogy kíváncsian vettem bele magam, és valamennyire szeretném vlogolni is, és közben amúgy ezt a Sanna görög gadasz Ridatanyjára is olvasom, mert ugye görög mitológia, illetve kb. Négy másik pont, vagy négy szempont közül bármelyikre választhatom, hogy melyikre jó, úgyhogy ezt, hogyha elolvasom hétfőig, akkor teljesítem is ezt a Ridatont vele. Úgyhogy nézzük a Sun and the Star-t. Első bejelentkezés a The Sun and the Star-hoz, ugyanis már olyan 120 oldalt olvastam belőle, ami olyan egy negyedét jelenti a könyvnek körülbelül. Nagyon jó Rick Riordant olvasni megint, főleg azért, mert úgy érzem, hogy mostanában kicsit úgy nehézkesebben ment mondjuk az olvasás, és az a jó Rick Riordan könyveiben, hogy ez mindig olyan, hogy bele tudok merülni, és csak visz magával a sztori, és nem gondolkozok azon, hogy mit tudom én, hány oldalt olvasok éppen, vagy hol tartok benne, hanem csak egyszer csak már lepörgött, nem tudom, 8 fejezet. Ezért nagy komfort számomra Rick Riordant is olvasni. Ezért is nagy komfort számomra Rick Riordant olvasni. Hát igen, szóval nagyjából az a sztori ideig, hogy valószínűleg Bob hívja Nikót, ilyen nagyon durva rémálmokkal összekötve, úgyhogy valami más is biztos van itt a háttérben. És ugye így felvezette azt a sztorit, hogy hogyan jutottunk el ide, mi történt a Trials of Apollo utolsó része óta. Most már Will és Nico, ők ketten elindultak erre a küldetésre, úgymond, mert időközben kiderült, hogy Rachel is folyamatosan ismételte ezt a proféciát, kaptak egy proféciát nyilván, és hogy így már nagyon sürgőssé vált a dolog, úgyhogy most már mennek. És már egyből szegények, ugye, hogy ez megszokható a Percy Jackson univerzumban, amint kiteszik a lábukat a táborból, valami szörnyűség történik, úgyhogy azonnal bele is botlottak egyből az alvilágban egy ilyen rémálomdémonba, és ott hagytam tegnap abba, hogy pont ezt így legyőzték azzal a képességgel, ami Willnek van, ez a ragyogó képessége. Úgyhogy egyelőre itt tartok, de hát még bőven lesz, ami történik, szegények, a következő 300 oldalon nem lesz nyugtuk, az is tuti. Ja, és hát nyilvánvalóan eddig nagyon tetszik. Nyilván. Ilyen jól néz ki most felvételen. Na mindegy. Szóval, The Sun and the Star, most már olyan félúton vagyok a könyvben, mint látható. Még nem jutottunk el a Tartarosig. Nyilvánvalóan egy csomó küldetést kell Nikónak és Willnek megcsinálni, mert odáig majd el fognak tudni jutni. Kicsit félek, mert egy így a könyvben úgy vannak, hogy most már egy éve együtt vannak. Kicsit így ez a dolog, hogy most lemennek a Tartarosba, ez kicsit úgy érzem, hogy a kapcsolatukon egy kicsit nehézkes, hogy mondják ezt, most angolul szembe jut a kifejezés, szóval, hogy egy kicsit megpróbáltatja a kapcsolatukat,
de bízok Rick Riordanban, hogy nem fogja kitépni a szívemet a kötet végére. Nem hiszem egyébként, tehát, hogy én úgy emlékszem, azt mondta, hogy jó lesz, úgyhogy bízok benne. De amúgy meg tök érdekes látni, mert azt hiszem 15 éves Will és Nico, de erre most nem esküdnék meg, mert elveszítettem a timeline, tudom, hogy ugye azt hiszem Nico 10 éves a harmadik könyvben, a harmadik Percy Jacksonban. Nem mindegy, úgyhogy így érdekes lesz látni, meg szerintem amúgy egyébként eddig így jól van felvezetve az, hogy ilyen kis megjegyzések miatt, ami miatt az egyik nem feltétlenül gondolja azt, hogy a másik kicsit irritálódik, a másik kicsit irritálódik. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy hát nagyon remélem, hogy azért majd az lesz ennek a vége, hogy azért megoldják a kis problémáikat, amik vannak. Közben meg ugye mennek a tartalózba, úgyhogy most éppen be kell majd lopózniuk persze Fóni kertjébe és ellopni egy gyümölcsöt, de ugye nem lehetne elvileg semmit kihozni onnan, úgyhogy húha, vajon mi lesz itt. Egyébként azt nem is mondtam, hogy maga a könyvnek az a felépítése, hogy megyünk így a jelenben, de közben vannak ilyen fejezetek, bizonyos időközönként, amik már a sztori egy későbbi pontján vannak, amikor is egy nimfának mesélnek arról, hogy hogyan jöttek össze, illetve hogy mikor tudták, hogy bejön nekik a másik, az első randiról, meg most épp az első csókról lesz majd elvileg szó, azt mondták. És ez egy ilyen tök érdekes, hogy ugye már egy évvel azután vagyunk, hogy ők ketten hivatalosan összejöttek, de hogy közben így megkapjuk az ő szerelmük történetét, kis nagyon cuki. De közben meg fáj. Majd most megint leülök folytatni, és hát remélem, hogy még így a Sanna Readathon alatt be tudom fejezni, abból még van 2,5 napom, úgyhogy szerintem meg tudom csinálni. Csak így mozgalmas volt az elmúlt 2 nap, ahogy az ilyen kis snippetekből lehetett látni, úgyhogy most lesz időm visszaülni, kicsit olvasni, de nagyon szeretem, ahogy már mondtam, nagyon szeretek Rick Riordant olvasni, és nagyon könnyen tudom olvasni, és nagyon élvezem. Nagyon nosztalgikus. Mert régen olvastam azért már Rick Riordan könyvet, és nagyon jól esik. Csak kicsit fáj, hogy ilyen kis pici vitáik vannak, de majd megoldják. My babies, majd megoldják. Ugye? Ugye? De amúgy nagyon gyorsan elértem a felére, úgyhogy szerintem nagyon gyorsan be fogom fejezni a maradékot is. Akkor ez most itt pedig a Sun and the Star... Szár. A Sun and the Star olvasó vlognak a befejezése lesz, ugyanis hát befejeztem a könyvet. Igazából még pünkös hétfőn befejeztem, csak azután, tehát már 2 nap, másfél. Nem tudtam felvenni a befejezést, úgyhogy most veszem föl. Szóval befejeztem, és az azt jelenti, hogy még pünkös hétfő éjfélig tartott a Sanna Readathonja, úgyhogy ennek a befejezésével azt is pipáltam, válogattatok, hogy az LMBTQ, a sötét borító, a fantasy vagy a komfortkönyv pontra szeretném elszámolni ezt a könyvet, mert mindegyikre jó volt, és ugye görög mitológiát dolgoz fel, tehát egy istennővel is tudtam teljesíteni így a magát a Readathont. Szerintem az utolsó bejelentkezésem valahol a könyv felénél volt, úgyhogy talán még azelőtt, hogy lejutottak volna a Tartarosba. Én egyébként azt hittem, hogy több része fog a könyvnek a Tartarosban eltelni. Nagyon látszódott egyébként, tehát abszolút imádtam ezt a könyvet, de azért ez mégiscsak egy middle grade könyv. Middle grade is az ifjúsági közötti határvonalon táncik el, tehát hogy azért vannak benne ilyen dolgok, amik ilyen látom én is azért, hogy a sztori szempontból kényelmi funkciók voltak. Ettől függetlenül nagyon-nagyon szerettem ezt a könyvet, és nagyon-nagyon szeretek Rick Riordant olvasni, mert hihetetlen jó élmény, tehát maga az olvasás élmény az mindig 10/10, hogyha Rick Riordant olvasok, mert egyszerűen visz magával a sztori, szeretem a szereplőket, akikkel dolgozik, és csak úgy jó. És szerencsére nem volt olyan túl rossz sorsuk se a szereplőknek ebben a könyvben, ugye azt hiszem legutóbb mondtam, hogy kicsit aggódok értük, de nem. Megoldották a kis problémáikat, és nem szenvedtek túl sokat szerencsére. Itt nem szenvedtek volna az elmúlt, nem tudom, 30 könyv alatt, nagyon csak 15 volt a fősorozat alatt. Eleget már szegénykék. Igen, úgyhogy lejutottak a Tartarosba, ott is szerint, ugye lépten nyomon akadályokba ütköztek.
Small Bob visszakeveredett, nem tudom, Small Bobnak mi lehetett a magyar fordításban a neve, Kicsi Bob, nem tudom, mert én ugye az Olympus hőseit azt már angolul olvastam, de ugye a kis kartfogó tigris cica benne. Az egyik legjobb karakter. Megtalálták Bobot és kiszabadították, és én az egész könyv leggyengébb pontjának egyébként a fő konfliktus szülő konfliktust tartottam, tehát én Nix-et tartottam, vagy Nyx, aztán magyarul Nyx-nek mondjuk. Őt tartottam a leggyengébb láncszemének a könyvnek, mert egy kicsit ilyen kellett valami azért, hogy legyen indok lemenni az alvilágba, és oké, kiszabadítsák Bobot, de hogy ugye Bobot Nyx fogta el, és ő tartotta lent, és nem hagyta, hogy regenerálódjon meg ilyenek. Viszont azt az egész sztorit, hogy miért, meg miért PC-zte ki a Nikót, az nekem kicsit ilyen oké, hunyorítva elfogadom a dolgokat, mert a fő Percy Jackson könyveknek így általánosságban szerintem sokkal erősebb sztoriuk volt, mint ennek. Ez a könyv maga én szerintem sokkal inkább arra fókuszált, hogy Nikó és Will kapcsolata, és az, hogy ugye az egyikük az nagyon ilyen kis napsugárboldogság, minden Nikó meg ugye nagyon a sötét, gloomy, Hades fia vagyok karakter, és hogy így hogyan két ennyire különböző karakter hogyan egyezteti össze a saját magát, meg a saját tapasztalatit, a saját személyiségét, és akkor egy párkapcsolatban ez akár hogyan működik. Szóval én úgy éreztem, hogy inkább ennek a könyvnek sokkal inkább ezen volt a hangsúlya, a plot, meg ami miatt mentek a tartalózba, az meg csak így volt mellette, hogy legyen. Egyébként ezzel nincs semmi problémám, csak ez egy észrevétel, meg nyilván ez már nem egy sorozat, tehát hogy itt nincs ilyen, nincs mondjuk annyi idő kifejteni történéseket, mint a könyv alatt, hanem itt csak ez az egy könyv van, ez egy ilyen spin-off könyv csak ezért, hogy legyen egy Solangelo kötetünk. És hát kiszabadítják Bobot, úgyhogy mindenki happy, Bob újra látja a napot és a csillagokat. Aki olvasta a negyedik könyvet az Olympus hőseiben, az tudja, hogy ez miért ilyen momentum. Meg amúgy egyébként a könyv vége felé meg is könnyeztem történéseket, mert nem emlékszem pontosan mi volt az, ami konkrétan megkönnyeztetett, de hogy ilyen nagyon kis megható rész volt benne. Annyira én nem érzékeltem, hogy ugye két szerzője volt a könyvnek. Voltak dolgok, amik nekem így Nikóban kicsit karakteridegennek tűntek, de szerintem egyébként egyrészt azért, mert utoljára az ott én, nem a Hades házában volt neki nézőpont karaktere, és ott azok elég más kaléberűek voltak. Azóta jelenfejlődés, vagy személyiségfejlődése is volt, vagy karakterfejlődése, na. Úgyhogy így úgy voltam vele, hogy szerintem ez így egy ilyen velejáró dolog. Nem tudom, hogy nézhetett ki az, hogy ugye együtt írta a két szerző a könyvet. Néha voltak Will szemszögéből is részek, tehát nem kifejezetten Nikó szemszögű fejezetek voltak. Meg egyeszem harmadik személybe íródott az egész könyv. Csak ugye volt, amit inkább Will, meg volt, amit inkább Nikó szemszögéből. Azt tudom, hogy ugye eleve azért volt másodíró is a könyvön, mármint egyik indok az az volt, hogy ugye mivel ebben a könyvben a két főszereplőnk az egy LMBTQ kapcsolatban van, tehát hogy mindketten fiúk, és amiatt, hogy ugye Rick Riordan meg nem tartozik konkrétan bele az LMBTQ közösségbe, szeretett volna egy olyan szerzőt is a könyvön tudni, aki viszont igen, és azért nyilvánvalóan tud olyan dolgot hozzátenni a könyvhöz, amit ő, mint egy heteroszexuális szerző nem feltétlen tudna, és ugye Márkos író pedig mindegy, a lényeg, hogy tehát egy Márkos író az ilyen szempontból biztosan nagyobb hozzá, vagy nagyobb adalék volt a kötethez, hogy a reprezentáció része rendben legyen a dolognak. Illetve a végén még van egy ilyen egész beszélgetés Piper és Nikó között is, ami Jason halála óta nem volt meg. Meg ugye, hogyha valaki végigolvasta az Apollo sorozatot, akkor tudja, hogy igen, abból ugye egyrészt meghal Jason. Spoiler, de már mondtam az elején, hogy a spoilers. Másrészt Piper a végére Pipernek a végére barátnője lesz. És akkor így Jasonről is beszélnek, meg erről is beszélnek, szóval ott van egy egész ilyen kis pep talk is annak kapcsán, hogy szexualitás. Erre, ez sokkal jobban erre fókuszált, hogy Nikó és Will kapcsolata, és azon belül is így az LMBTQ közösség. Szóval azért mondom, hogy a maga a plot
az így az azért elég mellékes volt a többivel szemben, ami volt ebben a könyvben. De, mint mondtam, Rick Riordan könyv, és nagyon élveztem, és nagyon szerettem. És nagyon örülök, hogy Nico kapott magának egy egész könyvet, és nagyon örülök, hogy a végére egyébként olyan, tehát olyan lett a végkimenetel, hogy ugye azért Nico az eléggé ilyen önostorozós szereplő, meg ugye nagyon sok mindenkit elveszített már az életében, és hogy végül is a könyv konklúziójában megtanul. Szóval nem is az, hogy megtanul vele együtt élni, de az is, hogy megtanul vele együtt élni, és ezt elfogadni, és ezen túllépni, és hogy neki nem kell emiatt egy bizonyos embernek lennie, mert ennyi veszteség érte az életben. Közben eszembe jutott, hogy egyébként meg akkor sírtam, amikor a Hades megengedte, hogy Biancával és az anyjával találkozzon úgy félig meddig igazából, nem is tudom pontosan, hogy az ott úgy hogyan volt megoldva, mindegy, az nagyon a kis lelkem, az fájtott. Igen, úgyhogy végérvényesen is kaptunk Nikóhoz egy ilyen nagyon szép, boldog befejezést minden után, úgyhogy alapvetően nagyon-nagyon szerettem ezt a könyvet. Látom, hol voltak hibái, de nem érdekel, mert annyira a különleges helyet foglal el számom az a kis szívem csücskében. Rick Riordan minden írománya körülbelül, hogy meg annyira élveztem magát az olvasást, tehát nagyon élvezem olvasni, amit Rick Riordan ír meg, ahogy megírja, úgyhogy ezzel még némi plot problémák sem tudnak vetekedni. Úgyhogy ez lett volna akkor így végül is a The Sun and the Star vlog, egy csomó, ugye mivel így a hosszú hétvégén olvastam, így egy csomó ilyen extra content van ebben a vlogban, hogy mi mindent csináltam amellett, hogy olvastam, de amúgy ugye kb. Nem tudom, 3 vagy 4 nap alatt olvastam ki magát a könyvet, úgy a kezdéstől számítva, meg csak azokat a napokat számolva, amikor olvastam, és úgy itt nagyon gyorsan lehetett vele haladni, nem is számítottam másra egyébként ennek kapcsán, és hát kellett ez a könyv nekem most, meg a kis lelkemnek. Minden kis szenvedési problémával együtt is, de kellett, mert így hébe-hóba kell Rick Riordan a lelkemnek még mindig. Hogy lesz-e magyarul, nem tudom, a könyvmagyképzővel kell erről beszélni, meg gondolom majd akkor lesz magyarul, hogyha már az Apollon próbáit befejezték a magyarul, meg előbb-utóbb gondolom, hogy lesz. Tehát a Rick Riordan könyveket azért eléggé adogatják, úgyhogy majd előbb-utóbb lesz, nem most, ugye friss megjelenés, és igen, azt hiszem, hogy az Apollon próbái utolsó része még nincs kiadva magyarul. Bár én azt hittem, hogy már kijött, de hát az csak cím vagy borító leleplezés volt, amire én emlékszem. Nem mindegyik, hogy remélhetőleg majd jön, de egy nagyon-nagyon jó kis hozzáadás volt szerintem. És idén meg lesz Rick Riordan könyv, ugye a Chalice of Gods, ami össze fog jönni. És az egy 6. Percy Jackson könyv lesz. Mármint az Percy Pov lesz. Azt úgy várom még, mint a Messiást emellett. Nagyon régen volt olyan Rick Riordan könyv, amiben Percy volt a narrátor, és ebben megint Percy lesz a narrátor, és úristen, nagyon várom. Nem érdekel, hogyha ott is a plot az egy nem létező dolog lesz. Percy Pov. Percy Pov kell nekem. Best. Az a legjobb. Úgyhogy még lehet majd abból is csinálunk vlogot, ki tudja, hát ha addigra már lesznek híreink a Percy Jackson sorozatról is, még extrában. És akkor abszolút be fog indulni a fangirl vonatom. És onnantól más se fog senki tőlem hallani, csak az, hogy Percy Jackson, Percy Jackson, Percy Jackson. Nagyon fel vagyok hype-olódva arra, és remélem nagyon, hogy jó is lesz, mert ha nem, akkor nagyon szomorú leszek. Szóval ez volt a The Sun and the Star, és köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like-gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!